Azok a személyek, akik egy hirtelen baleset következtében elhunynak, vagy akik öngyilkosok lesznek, amikor korábban ilyen tragédiákról hallottak, nem gondoltak arra, hogy ez velük is megtörténhet. Még egyszer olvasom. A legtöbb ember, aki öngyilkos lett, vagy egy hirtelen tragédiában elhunyt, elveszette az életét, amikor ő korábban találkozott egy olyan helyzettel, vagy egy ilyen hírrel, hogy valaki öngyilkos lett, vagy egy ilyen hirtelen baleset következtében elhunyt, nem gondolt arra, hogy ez vele is megtörténhet. Érthető ez, hogy mi a figyelmeztetés ebben a kijelentésben? Gondolj az ismerőseidre, rokonaidra, szeretteidre, akik egy hirtelen baleset következtében elhunytak, vagy egy hirtelen betegség következtében elhunytak, vagy akár öngyilkosok lettek. Ők is hallottak ilyen esetekről korábban, hogy tudod, Marci a másik lépcsőházból, hogy akivel játszottunk gyermekkorunkban, az a Marci, na ő, beívott a fejébe, hazament és felkötötte magát. Hát gondolj arra, azokra az esetekre, amikor hallottad te is, hogy egy közeli ismerős, vagy egy távoli rokon öngyilkos lett, vagy egy hirtelen tragédia következtében elhunyt. A legtöbben, akikkel ez történt, akik egy hirtelen baleset tragédia következtében elvesztették az életüket, vagy pedig eldobták önként az életüket, ők is hallottak ilyenről, pontosan, mint te, ahogy hallottál ilyenről. De ők nem gondoltak arra, hogy az velük is megtörténhet. Egész addig a napig, amikor velük is megtörtént. Az utolsó óráig ettek, ittak, mulattak, férhez mentek, házasodtak, elmentek lakodalomba, és egyszer csak egy rövid zárlat az agyban, és kész, véget ért a földi élet. Jött az ítélet. Megtörtént az Úr Jézus második eljövetele, az ítélet. Mert amikor az ember behunja a szemét, és többé soha nem nyitja ki, akkor kezdetét veszi az ítélet az ő lelkén. A legtöbben, akikkel ez megtörtént, ők is hallottak ilyen esetekről korábban, de ők nem gondoltak arra, meg sem fordult a fejükben, hogy az velük is megtörténhet. Az elmúlt 24 óra leforgása alatt három olyan női személlyel beszélhettem, akik súlyos tragédiát kellett megtapasztaljanak az ő életükben, a gyermekükkel, a gyermekeikkel, hárommal, csak az elmúlt 24 órában, ezért van kevesebb felvétel online közvetítés, mert mostanában élőben beszélhettem emberekkel. Így adta a jóságos Isten. Lehet, hogy ezt ebből nem fogok én sportot csinálni, sőt, több mint valószínű, mert úgy érzem, hogy nem szabad. Túl nagy veszteség. Túl nagy veszteség. Tehát így személyesen beszélni már késő. Már késő. Nekem legalábbis úgy érzem, hogy már késő. Kivételes esetekben, hogyha Isten úgy indít, hogy valakit keressek meg személyesen, mert elém hoz bizonyos személyeket, mint ahogy meg is teszi, álomban vagy valamilyen módon, azokat meg fogom keresni nagyon röviden, néhány mondattal csak. Mert egyszerűen már nincs idő, emberek. Nincs idő valakivel csevegni, meg érzelgősködni, hogy jaj, hát sokkal jó Istennel, hogy vagy nem, kész vége, emberek, nincs. Erre már nincs idő, nincs, lejárt. Lejárt az idő. Az idő elvétetett múlt időben. És a veszedelem, az hirtelen jön, ahogy mondta Pál apostol által a mindenható Istennek a lelke. Amikor ezt mondják nektek, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rátok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhettek. Mert egész addig a napig, ahogy mondja szintén Pál apostol által a lélek, az emberek elfordulnak, elfordultok, elfordultunk a józan tanítástól, és a mesékhez odafordultunk, mert viszketett a fülünk. A mesékhez oda tartottuk a füleinket. Saját kívánságaink szerint gyűjtögettünk magunknak tanítókat, mert viszketett a fülünk, és a józan tanítástól elfordultunk. Ezért jön hirtelen a veszedelem.
Hirtelen! És nem gondolsz arra, hogy veled is megtörténhet egy kis rövid zálat az agyban, és már is felkötted magad. És a gyermekednek csak úgy hirtelen, derült égből villámcsapás, szenvednie kell brutálisan, a szemed láttára is, nem érted, hogy miért? Nem érted, hogy miért? Azért, mert azt mondja mindenható Isten, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól. Elfordítják a fülöket a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak. Saját kívánságaik szerint vásárolnak maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És ezért, amikor azt mondják, hogy ja, hát csak be kell vonzani, bevonzuk a jót, vonzás törvénye, békesség, biztonság, a békéért harcolunk, na akkor, amikor az álnyugalom teljesen meg van kövéredve az emberek életében, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, és mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek, mert az agyuk már annyira át van programozva, hogy nem foghatja fel, hogy mi történik. Mosolyogva megy a feneketlen szakadékba, a gyehenna tüzébe. Mosolyogva! Három olyan anyukával beszéltem az elmúlt 24 órában, akiket hirtelen tragédia ért. A gyermekük fájdalmán keresztül kapták a tragédiát. Egyik, úgy érzem, egyik talán érti, hogy miért történt. És áldja mindenható Istent a figyelmeztetésért, és ezért az ő gyermeke gyógyul. Gyógyul az ő gyermeke. A háromból egynek gyógyul a gyermeke. Mert felfogta, hogy az ő belső gyermekének a betegsége miatt szenved a külső gyermek. Felfogta, megértette. Az ő lelkének a bűne miatt, a tisztátalansága miatt kell szenvednie a külső gyermeknek. Egy a három közül úgy érzem, hogy felfogta, de kívánom, hogy a másik kettő is fogja fel, hogy ne kelljen szenvedjen se a külső gyermeke, se a belső, a lelke. De hogyha fel nem fogja, akkor úgy a külső gyermeke, mint a belső gyermeke, a lelke, el fog veszni. Ez nem vicc, ez nem csak Biblia, ez nem csak teológia, ez a valóság. Többször beszéltem erről, celebek esetében, kétszer indította mindenható Istennek a lelke, hogy beszéljek erről, hogy két neves amerikai sztár, celeb, velük ez megtörtént, és a történet egész népszerű volt Amerikában és minden a világon. Elvis Presley lánya, akinek a gyermeke meghalt, mert már a lelke már annyira el volt torzulva, hogy a külső gyermek ugye szenvedett és meghalt, és rövidesen ő is meghalt. Ment a feneketlen szakadékba. Persze a papbácsi lehet azt mondta, hogy jaj, hát az angyalok elvitték. Igen, melyik angyalok? Miféle angyalok? A paráznosság angyalai? A pénzimádat angyalai? Az önimádat angyalai? Nem kívánom senkinek, hogy a paráznosság angyalai vigyék őt el. A pénzimádat, a hiúság, az önteltség, az önimádat angyali vigyéke. Senkinek nem kívánom ezt. Két celebbel történt, mind a kettőről beszéltem. Egyik ez az Anna Nicole Smith, és a másik az Elvis Presley lánya, aki nemrég meghalt. De előtte meghalt a gyermeke. Kapta a figyelmeztetést, hogy a gyermeket, mert az ő lelke, az ő belső gyermeke, az ő lelke talán három részre oszlott, három gyermeke volt, vagy valami ilyesmi. És abból az egyiknek meg kellett halnia, hogy a szülő szembesüljön azzal, hogy miféle életmódot folytat, és merre felé tart az ő élete. De mivel nem fogta fel, feltetőleg nem fogta fel, hogy merre tart az ő élete, mert nem volt, hogy felfogja, nem volt, aki figyelmeztessen, mert az amerikai kereszténység már rég alkalmatlan arra, hogy bárkit is figyelmeztessen. Nincs aki. Amerikában, hát elnézést, elnézést. Van egy-két ember, talán így most eszembe ugrik egy név, Paul Washer, például az amerikai kereszténységben, akiről megmerném kockáztatni, hogy lélek által szól, Istennek a lelke által szól. Istennek a féltéséből kiáltozik, Paul Washer, ha valaki ismeri. És nem tudom, hogy van-e más, lehet, hogy még vannak mások is. Van egy-két emberke, ilyen youtuber, kisebb youtuber, ez a Warning the People, az, aki egyenesen beszél, Isten lelkéből szól, nem agyból szól, nem vallásból szól,
De ez kevés. Hát több millió, azt sem tudom, mennyien vannak. 100 millió, azt sem tudom, mennyien vannak Amerikában. Csak New Yorkban biztos van minimum 20 millió ember. És nekem eszembe jut most így hirtelen kettő, és több nem jut eszembe. Még volt egy, David Wilkerson, ugye, aki útközben támad fel a halálból, a keresztény kómából, és elkezdett beszélni, tűzzel szólni, tűzből szólni. De más nem tudok. A román proféták, na ők beszéltek Amerikában Istenből, a Krisztus lelkéből. Richard Burbank és Dumitru Dudumán. Na, de nem kutakodtam túl sokat, de ez kevés emberek, ez nagyon kevés. Nincs, aki figyelmeztessen. Isten és Jézus nevében hirdetik Jézabelt. Budapesten, Debrecenben, New Yorkban, Los Angelesben és Las Vegasban. De az összes égni fog. Az összes. Tehát Isten és Jézus nevében hirdetik Jézabelt. A bűbáj, a varázslás szellemiségét. Gyere ebbe gyülekezetbe, jó a fénytechnika, jó a hangosítás, jó a rockzene, keresztény rockzene. Van teje utána meg keks, és jókot lehet cseverészni. Ügyeljetek emberek, mert a magyar új keresztényeket is Jézabel tanítja, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvének a második fejezetében, a Tiatira beli gyülekezet angyalának mondja ezt Jézus. Egészen pontosan a budapesti gyülekezetek angyalainak mondja ezt Jézus, hogy ügyeljetek, mert Jézabel tanít nálatok. És amiatt történik az, hogy akik vele paráználkodnak, a varázslás, érzelgőség, szent szellemezés szellemiségével paráználkodnak, azokat ágyba fogom vetni, és a fiaikat megölöm halállal. Ez is Jézus. A betlehemi kis Jézus is Jézus volt. Ő volt az üdvösség. Istennek az irgalma, az áldozat, a bárány, a kegyelem, az irgalom, de a második Jézus, az ő visszajövetele, ő az ítélet, a jelenések könyve, és te is fogsz találkozni vele. A muzulmánok, a hinduk, mindenki fog találkozni vele. És nem a Bibliából fog kikérdezni, hanem mit cselekedtél, hogy éltél. Mert Isten azt mutatja, hogy vannak muzulmánok, akik közelebb vannak az ő lelkéhez, a Krisztus lelkéhez, és szinte nem is kell ők féljenek. Bármikor jöhet a halál, az utolsó óra, a Krisztus második eljövetele, mert nekik nincsen félnivalójuk, ők el tudnak számolni az életükkel, de Budapesten és Gyergyóban, Jézus nevében imádják Jézabelt, a varázslás, a bűbáj, az érzelgőség szellemiségét, és nem értik, hogy hogy történhetnek ilyen tragédiák. A gyermek felakasztja magát a város központjában. Fogalmunk sincs, miért történik. És mindenki mosog, őszinte részvétünk. Hagyd abba a képmutatást! Mert ha azt teszel, akkor Jézabellel paráználkodsz, és azt mondja, az élő Isten szava, az alfa és az omega, hogy ágyba vetlek téged, és a gyermekedet megölöm halállal. Hogy hát, ha úgy legalább szembesülni fogsz azzal, hogy mit tettél, egész életedben mit tettél, mire használta az életedet, és a kegyelmet, a kegyelmi időt, amit kaptál. És amikor hirtelen beköszönt a tragédia, a gyermek megmérgezi magát valamilyen módon, olyan társaságba kerül, vagy netán felköti magát, akkor le van fagyva a rendszer, senki nem ért semmit. Érzelgő szavak, semmit mondó érzelgő szavak, őszinte, fogad őszinte részétemet. Egyik képmutatós, még 200. Az angyalok vigyázzanak rá, majd a Facebookon írják, hogy az angyalok vigyázzanak a gyermekére, ő már az angyalokkal van, ügyem ez mind bullshit, hazugság. Amerikai keresztény bullshit, ügyelj. Még egyszer olvasom. Azok a személyek, akik egy hirtelen baleset következtében elhunynak, vagy öngyilkosok lesznek, amikor korábban ilyen tragédiákról hallottak, nem gondoltak arra, hogy ez velük is megtörténhet. Ők nem gondoltak erre. Jaj, fogadjátok őszinte részvétünket. Azt hitték, hogy ők az teljesen kívülálló, amit velük ott történt a rokonságban, a családban, az egy teljesen kívülálló, egy nagyon szomorú tragédia. Nekünk ehhez semmi közünk nincsen, dehogy is nem. Hogyha már láttad, tudsz róla, akkor közöd van. Ezért mondtam azt, hogy megöltem apámat, mert végig kellett nézem a halálát, és tudtam a szívemben, hogy én öltem meg apámat, mert nekem szükségem volt a tragédia látványára, hogy valamiképp felébredjek, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy mi keresni valóban a világban, merre jöttem, miért, és merre tartok.
Mert amikor láttam őt meghalni, akkor azt mondtam, hogy kész, ennyi volt az élet. Ettünk, ittunk, szartunk, összeházasodtunk, balhéztunk, buliztunk, és egy hatalmas nagy betegség. Azt sem tudjuk, hogy miért. Anyu, ilyen rossz ember voltam, hogy ez kell velem történje? Ezt kérdezte édesapám. Nem tudta felfogni, hogy ez miért történik vele. 60 éves, egy néhány nap múlva töltötte volna be a 60 éves születésnapját. Jöttek születésnapozni, és egyúttal már le is temették a rokonság. Ez történt apámmal. Fogalma sem volt, hogy miért. Anyu, én ilyen rossz ember voltam, hogy így kell szenvedjek. Nem értette. Kérdezte édesanyámat, hogy persze, hogy sem értette. Fogalma sem volt róla, hogy mi történik. Megsimogatta, meg minden, ápolta. Ő is megkapta azért a lehetőséget, gondolkozz el, amíg még nem később gondolkozz el. Mert lehet, hogy te megúszol az, hogy így kelljen bevégezd a földi életedet. És akkor, amikor ez egyfajta sok, ugye, a családban, főképp, hogyha ragaszkodsz a szüleidhez, nyilván az ember ragaszkodik a szüleihez, a családtagokhoz, és nem örömmel nézi azt, hogy valaki a szeme láttára hal meg, múlik ki a világból. Akkor felfogadtam, hogy kész, engemet mostantól végképp nem fog semmi sem érdekelni, semmi. Nem kell nekem sem családalapítás, sem anyuka, sem feleség, sem felség, sem gyere, semmi nem kell. Amíg meg nem tudom, hogy merről jöttem, merre tartok és miért, addig nem kell nekem semmi. Nincs értelme ennek az egész robot üzemmódnak. Tehát ugyanazt én most meg tudnám csinálni, amit apám csinált, vagy amit az ő apja is csinált, és 60 évesen, vagy talán még korábban meghalok, és nem fogom tudni, hogy miért. Úgy éreztem, hogy engemet érdekel, hogy miért. Az egésznek mi értelme volt? Még fiatal volt, azelőtt jó erőben volt, hirtelen jött a betegség, és hirtelen terjedt, és hirtelen vitte ki a temetőbe őt. Jó erőben, erős ember volt, segítőkész, jó ember volt a maga módján. És mivel az ő tragédiája engemet arra ösztönzött, hogy nyissam a szememet, és elkezdek fohászkodni egyáltalán, hogy vajon akkor hol van az igazság, vagy mi az igazság, vagy mi az értelme az egésznek. Tehát ő volt a motivációm nekem erre, elkezdek gondolkodni. De amikor én ezt felfogtam, hogy az ő tragédiája volt az én motivációm arra, hogy megértsem, hogy merről jöttem, merre tartok és miért. Mondom, hogy nekem ilyen motivációra van szükségem. Én ennyire kómás állapotban vagyok, ennyire zombi állapotban vagyok, hogy végig kell nézem egy családtagomnak a szenvedését és a halálát ahhoz, hogy feltegyek egy egyszerű kérdést, amit én már rég fel kellett volna tegyek, ezelőtt 20 éve, 30 éve éppenséggel. Én ilyen szörnyeteg vagyok, hogy nekem ilyen látványra van szükségem, hogy feltegyem a legalapvetőbb kérdést, hogy mi értelme az életemnek. Én öltem meg apámat, mert olyan szörnyeteg voltam, annyira fenevad voltam, vagány fenevad, nagyon vagány srác, motoros kis izé, kaszanova. Ilyen fenevad voltam, mint a legtöbb. Ilyen vagány fenevad. De nagyon fájó volt, hogy nekem ilyen látványra van szükségem ahhoz, hogy egy elementáris kérdést feltegyek az életről, az életemről. Oké, voltam iskolába, voltam jó tanuló, voltam rosszabb, és amikor szerelmes voltam, akkor nem érdekelt semmi, sem a matek, sem a magyar, semmi. Amikor azzal foglalkoztam, nem volt jobb örömöm, akkor tanultam, és akkor jó voltam. De miért csináltam mindezt? Merre tart? És akkor néztem, hogy ki merre, kezdtem az emlékezeti vizsgát, ki merre tart? És láttam, hogy robotok, boldog robotok, távirányítóval a kezükben. Tudom, hogy ez is Isten kegyelme. Mert én így kaptam a hívást egy szörnyű tragédiával. Te meg így kapod a hívást szörnyű szavakkal. Mert ezek brutális szavak, ember. Ez brutális. Ez nem annyira kellemes, hogy Isten a feltétel nélküli szeretet, szeressük egymást, gyerekek, ugye? A sokkal kellemesebb. Vonz be tudod vonzani, meg tudod csinálni, ne adsz fel, meg tudod csinálni, bevonzod, több pénzed lesz, lesz új feleséged, megújul a szexuális életed, a sokkal kellemesebb, így van-e? Kellemes parfüm illatú. De ez büdös, amit én most mondok, és amit mondhatok, ez büdös. De melyik büdösebb? Az, hogy végignézd, az, hogy haldoklik a szeretted, a családtagod, vagy pedig ezt végig hallgass, és felébredj, amíg még nem késő, Istenhez kiálts mindenestül, torkod és szíved szakadtából, hogy ne kelljen te olyant láss, amit én láttam, és annál sokkal szörnyűbbet, mert hogyha én tisztátalanul fogom átlépni a küszöböt, akkor sokkal borzalmasabbat fogok látni annál, mint hogy apám a szemem láttára kileheli a lelkét. Úgyhogy egy ilyen 10 centis átmérő sebben keresztül jön a hús belőle, a vér, a genny, meg minden, a rák, meg minden. És ezt minden napi szépen végignéztük. Na ez volt a tanfolyam.
Így kezdődött számomra a Biblia kurzus, drága hallgatók. Valaki azt hitte, hogy valamilyen vallásom, szektálma, nincsen semmi. Még mindig nincs semmi, nem is lesz. Isten irgalmas hozzám, nem lesz nekem semmilyen vallásom ebben az életben. És utána meg már nincsen szükség arra. A Biblia tanfolyam nekem így kezdődött. Ilyen képekkel. A legtöbben, akik a tragédiának az alanyai voltak, korábban, amikor ők hallottak a tragédiáról, meg sem fordult a fejükbe, hogy velük is történhet ilyen. Jaj, hát a szerencsétlen, sokat ívott, na, sokat ívott. Dehogy is sokat ívott. Tele volt az agya, a szíve súlyos hazugságokkal, bűnökkel, életellenességgel. Nem az ivott, én is ittam. Más is ivott, nem csak ő. Hogyha eszükbe jutott volna, hogy a veszedelem hozzuk is bármikor beköszönthet, nem lett volna szükség arra, hogy az ő életükben is megtörténjen a tragédia. Mivel hogy foglalkoztak volna a lélek dolgaival, keresték volna az igazságot, és megtalálták volna azt, az igazság pedig szabaddá tette volna őket. Ezét mondja az Isten lelke, a teremtőd lelke, akit te szégyelsz, vagy nem válasz fel, vagy nem is hiszel, meg sántikálsz is, meg balra is mész, meg jobbra is mész. Az élő Isten azt mondja, Salamon által, hogy a bölcs embernek az agya, a gondolata, a siralmas ház, halottas házban van. A bölcs embernek, nem a bolondnak, nem az őrültnek, a bölcs embernek. Azt mondja, te, ami történt Komámmal, ez lehet, hogy ma ős hónap én. És elgondolkodik, azt mondja, vajon van-e Isten? És amikor már ezt a kérdést vetett, akkor már Isten már kopog az ajtaján, és meg is hallja az ő szavát. És vele nem kell ez megtörténjen. Még a végén megboldogul, boldogan fog távozni erről a földről. Mert nem mindegy. Mindenki távozni fog erről a földről. Lesz, aki boldogan, lesz, aki boldogtalanul, hatalmas félelmekkel és fájdalmakkal, meg nem bocsájtással, nehezteléssel, bűnökkel, parázasággal, hazugsággal, a képmutatással a szívével. A legtöbben így fognak egyenesen a Facebookról be a koporsóba, és a földbe, és a lélek leazib a pokolba. Ha a kérdést feltették volna akkor, amikor látták azt, hogy mi történik egyes emberekkel, falubeli emberekkel, meg szomszédokkal, mint ahogy itt ugye mondtam azt többször, hogy néhányan már felkötötték magukat a sorozás miatt, mert a háború szaga már, a puskapor szaga már érződik Gyergyóban, és egyesek már felkötötték magukat, ugye, hogy ne kelljen háborúba, azt mondják, inkább felkötik magukat, ott hagyják azt a 2-3 gyermeket árván, és felkötik magukat, mint sem, hogy elmenjenek a sorozásra. Jaj, hát ilyen velünk nem történt, ez ilyen távoli. Ez egy olyan távoli faluból, de hogy is 10 kilométerre van innen, 10 kilométer sincsen. Na, de ne beszéljünk ilyen negatívról, beszéljünk pozitívról, valamit vonzottál ebben mostanában. Ügyeltek emberek. Tehát ilyen konzumidióták vagyunk, konzumidióták. Szenvedő konzumidióták vagyunk. Félvezető fogyasztók, amiről beszéltem korábban, fogyasztók és félvezetők. Fogyasztani, szarni tudnak, de más nem. Félvezetők, mert fogadják a kegyelmet, a bőséget, a pénzt, azt fogadják, egészen pontosan befogják, de tovább nem adják. Tehát nincsen kétirányú kapcsolat az Isten és az ember között. Konzumidióták lettünk emberek. Annyira örvendek, hogy itt tudok beszélni, nem tudom megköszönni a mindenható Istennek. Erre vágyok mindig, tudjak úgy beszélni, mint ha utoljára beszélnék, lehet ez utolsó videón, kész, többet ne fogjátok hallani a hangomat, többet nem fog zavarni a kiáltó szó, lehet visszavenni a vonzás törvényébe, és a pozitív gondolkodásba. Aztán majd egyenesen ez így be, a gyermek tüzébe. Két dolog, két nagyon fontos dolog, ha az ember beszél Istenről, és Isten adja az áldását ehhez, akkor úgy beszéljünk, mint ha utoljára beszélnénk róla, mint ha utoljára beszélnénk róla, és úgy beszéljünk, mint hogyha nem volna semmi veszíteni valunk. Mert nincs is. Mert Isten gyermekön megnyert mindent. Én megnyertem az életet. Ajándékba kaptam az életet. Nekem örök életem van. Én kitartok és hűséges vagyok. És kérem a hűséget, hogyha érzem azt, hogy hűtlenség van a szívemben, akkor nincsen feszítsek. Ha főbelülnek, akkor sincsen feszítsek én. Semmi. Elveszítem az imidzsemet, hogy nem vagyok én olyan vagány srác, amilyen voltam. Hát, annyi baj legyen. Az imidzsem szinte megölt, úgyhogy az, hogyha elveszítem, akkor dicsőség az élő Istennek. Ha eszükbe jutott volna, hogy a veszedelem, amit láttak, és amiről hallottak a szomszéd faluból, hozzuk is bármikor beköszönthet,
Nem lett volna szükség arra, hogy az ő életükben is megtörténjen a tragédia. Mivel hogy foglalkoztak volna a lélek dolgaival, a fentiekkel, nem a lentiekkel, a fentiekkel, nem az infrastruktúrával, ami egyfolytát, az aszfalt. 2 évet tart, főképp Romániában, másfelet, utána meg újra kell építeni, mert kisporolták belőle a pénzt, mindent, az anyagot. És ezért éltünk. Ezért az, amin mostan járok, ezért éltem mostanik az aszfaltért. Ezért éltél te is mostanik, tudjál róla. Ott van a lelked, itt a talpam, ott van a lelkem, az adófizetőnek a lelke, itt van ebben az aszfaltban, itt. És ez az aszfalt, mondom, 5 év múlva itt nyoma sem lesz jó formán nálunk Romániában. Na de mindegy. Főképp, hogyha kitör egy, tehát hogyha megtörténik a háború, mint hogy láthatjuk álomban, Isten mutatja nekünk, hogy ügyeljetek, mert itt az óra már nagyon gyorsan ketyek. Na de mivel azt gondolták, hogy jaj, hát ilyen velünk nem történhet, vagyis meg sem fogod a fejükbe, elmentek temetésre, képmutató részvétel, meg minden, megitták azt a pohár pálinkát, azt a kalácsot, megették, utána hozzá mentek haza lefeküdni. Vissza a tévé elé, vissza a Facebook elé, és aláírták újból a szerződést az ördöggel, az Antikrisztussal. Minden sorozattal, X-faktornak minden részével így aláírom, tehát több aláírást adok az Antikrisztusnak, hogy igen, persze hozzátartozok, csak toljad nekem azt a műsort. Nekem műsorra van szükségem. Nekem semmire nincsen szükségem, ami természetes és ami élő. Műsorra van nekem szüksége. És akkor most elmondom a másik verziót is, úgy tisztességes. Viszont azok, akik egy tragédia hírével találkozva gondolkodnak arra, vagy gondolnak arra, hogy az akár velük is megtörténhet, megúszhatják azt, mert ilyettét veszik a dolgoknak, és a lentiekről a fentiekre irányítják a tekintetüket. Ahonnét tanítást, békességet és vigasztalást kapnak. Ez az, aki gondol arra, hogy az vele is megtörténhet, azzal nem kell megtörténjen, mert ő tisztességesen ezt elintézte, lerendezte az Úrral, az ő teremtőjével. Le van rendezve, nem kell ő felkösse magát. Óriási az esély arra, hogy megboldoguljon. Talán betegség nélkül is. Még erre is van lehetőség. Főképp, hogyha felgyúl benne az igazság szerelme, akkor nincsen szükség jóformán semmilyen fájdalomra. Mit kezdem el? Nincsen szükség arra. A fájdalom azért, hogy a testnek az indulatát háttérbe szorítsa valahogy. Tehát ez lett volna a legtöbb emberrel, aki ugye már rég el van felejtve, mert az új hírek már nem engedik, hogy emlékezzünk a halottainkra, majd aztán október 31-én, ugye a halottak napján. De velük is ez megtörténhetett volna, hogyha valaki figyelmeztette volna őket tisztességesen, nem lagymatag pofával, ilyen langyos beszéddel, hanem tisztességesen elmondta, hogy ide figyelj, az nincsen halál. Halál nem létezik. Tehát Isten annyira megalázta magát, értünk, hogy minket megmentsen, hogy már biblia nyelvezettel, filozófikus nyelvezettel is mondhattam, tudományos nyelvezettel is mondhattam, ugye a termodinamika első törvényével is le van vezetve, hogy nincs halál, emberek, nem tudsz meghalni. A lét tudatod, a lelket, a létezés tudatod az nem fog meghalni. Ott lesz a koporsóban testeddel, a rothaló testeddel együtt. Na ezzel kezdjél majd valamit, ezzel az információval, amíg nem késő. Mit mond a prédikátor? Salamon, a bölcs Salamon, a példabeszédek könyvében. 9. rész, 10. bekezdés. A bölcsességnek kezete az Úrnak félelme. Ennyi. A bölcsesség kezete az Úrnak félelme. Jaj, én nem félem Istent, már hülyiskedjen, mert hogy félek én Istentől. Tehát én haver vagyok vele. Persze, hogy haver vagy, mert te találtad ki őt. Az az Isten, akit te ismersz, az agyadban van és sehol máshol. És szépen visz téged ezébe a gazettába, koporsóba. Pedig, hogyha ez a fogalom egy negatív tüntetű fogalom lenne, az Isten félelem, még akkor is pozitív volna. Miért? Azért, mert aki Isten féli, semmi mástól nem kell félje. Az ég adta a világon, semmi mástól nem kell féljen, nem kell segget nyaljon senkinek, nem kell hízelegjen sem a barátainak, sem a családtagjainak, senkinek, sem a polgármesternek, sem a miniszterelnöknek, sem a celebeknek, sem a focistáknak, sem a kapitalistáknak, sem a demokratáknak. Nem, egyszerűen nem kell hízeleg senkinek, mert szabad vagy. Istennek a közelsége, az ő jósága, az ő megelevenítő szava téged szabaddá tett. Ez az Isten félelem, hogy ráfigyelsz mindenek előtt és mindenek fölött. És egy félelmed van, de az valójában szerelem és hűség, amit örömben tudsz csinálni. Minden más félelem az nem örömből van. Az, hogy egy asszony fél a részek férjétől, az nem örömében csinálja, mert tudja, hogy hazamegy a férje, úgy megsíríti, hogy összepisíli magát.
Abban a filmben nincsen öröm emberek. Hogyha rosszul mondom, akkor megkérem szépen egy kedves olyat, hogy javítson ki. Abba, vagy hogyha egy férfi fél azértől mit tudom én, a munkadójától, vagy a katonatisztől, a katona fél, ugye, vagy az ellenségtől, az oroszok puskájától, abban a félelemben nincsen öröm, ott is pisika van, emberek. Legyünk őszinték, ott is pisika van. Az Isten félelemben öröm van, békesség, lelki béke. Én most úgy tűnik, hogy én most ilyen békétlenül beszélek. Én amikor kinyomtam ezt az ét, a gombot megnyomtam, hogy kész, ennyi volt, én utána szépen hazamegyek és békességgel alszok. Nekem az Úr, aki adja ezeket a szavakat, ő adja a békességet. Kicsit most ilyen kellemetlen így beszélni, tehát így üvöltözni, de utána aztán békesség van. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A székelyeknek és a magyaroknak nincs Isten félelmük, mert ők istenek. Tehát eljártak ilyen tanfolyamra, fizettek 100 eurót egy hétvégére, hogy a guru elmondja neki, hogy ti is istenek vagytok. Csak be kell vonzani azt is, ennyi az egész. Tehát nincs Isten félelem. Minden mástól igen. A láthatatlan vírustól, ha meg fog jelenni egy újabb vírus a Facebookon, már attól is félnek. Félnek az asszonynak a véleményétől a férfiak. Félnek, ahogy a papucs mennyire csúszik, ugye, amivel csoszognak a házban. Mindentől félnek. De büszkék, mert Istentől nem félnek. Pedig jobb volna, mert az Istentől való félelemben öröm van és békesség, és minden más félelemben fájdalom van, és emésztési problémák vannak, ugye, emésztési görcsök, ugye, korog a hasad, aranyér, ugye, erőködés, mert kéne üríteni, de nem tudsz, ugye, aranyér, meg végbérrák, meg prostatarák, meg minden. Az összes többi félelem az ilyen, csak hogy tudd. Nem beszélve a halálfélelemről. Mert amíg nem jön a halál, és amíg a halálnak a bűze meg nem csapja az orrodat, akkor nem félsz a haláltól, senki nem fél a haláltól. Jaj, nem félek a haláltól, ember, ezt ne hülyéskedj. Én bátor ember vagyok. Vihetek, emberek. Az agy, az elme, na ott van a sátán, a Lucifer, a mitológiai személy, ott az agyadban, az elmédben. Amerikából van importálva a Facebookon keresztül, és az Instagramon keresztül. A bölcsességnek kezdete, az Úrnak félelme. Aki megkapja az Úrnak félelmét, megnyerte a mennyek országát. Megkapta a legnagyobb ajándékot. Jézusban csak egy félelem volt, az Úr félelme. Szerette az atyát. Hűséges volt hozzá. Örömmel félte az Urat, úgymond az atyát. Egy volt vele. Ez teljesen más félelem. Nem az a félelem, hogy valaki fél az anyjától, vagy az apjától, vagy a feleségétől, hogy mi a véleménye. Nem. Az, hogy amitől fél az ember, ugye, amitől tart az ember, arra figyel. Ez egy nagyon kemény kijelentés, félelem, nagyon kemény kijelentés. Az ezotéria az, hogy jaj, nem kell félni, a félelem a legnagyobb ellenséget. Igen, igen, csak a legtöbb ember, aki ezt bevette, az már el van temetve, fiatalon, 20-30 éves, 40 évesen el van temetve. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Amíg még van, amire ügyelni. Ezt úgy értem. A bölcsességnek kezdett az Úrnak félelem, emberek. Ott a bölcsek szíve, ahol gyász van. A balgák szíve pedig ott, ahol öröm van, öröm lakik. Gyertek, vigyorogjunk, röhögjünk, mosolyogjunk, ugye milyen poénos. Ma hónap mi is megyünk oda, ahova többiek mentek, de ez nagyon humoros egyébként. Amúgy nem kívánkozunk oda, csak nincsen más választásunk. Kérdés az, hogy te, aki ezt hallgatod, hol van a te szíved? Te gondolsz-e arra, hogy veled is megtörténhetett volna, vagy nem sokára veled is megtörténhet az, ami Irakban a fiatal pár egybekerését ünneplő nász néppel történt. Tudod-e, hogy mennyi időd van hátra még a földön? Van-e béke a szívedben? Igen vagy nem? Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükséges, hogy írjak néktek, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jö el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, vonzás törvénye, pozitív gondolatok, mosolyogjunk, műmosoly. Amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, na akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekedhetnek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Na ezt kívánom én mindenkinek, aki hallta ezt a felvételt. Tudom, hogy ez nem mindenkire igaz. Én most hiába olvasom, hogy te, Attila, vagy Marika, vagy akárki is hallgatja ezt. Jaj, te nem vagy sötétségben. Hát én mondom, jó van, csak te kaptál erről kijelentést. Neked van-e békességed? Ez nem úgy történik, hogy azt mondja egy guru, hogy jaj, ti nem vagytok sötétségben, mert voltak előadáson. Tehát az, aki a kiáltószót hallgatja, attól még lehet sötétségben. Ha nincsen személyes kapcsolat, az újjászületés nem történt meg, attól még lehet te sötétségben, teljes korom sötétségben. Vigyázzatok azért,
mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Akik Irakban, Ninivében, ráadásul Ninivében ünnepelték a fiatal pár egybeke, ezren voltak, és több mint százan odavesztek, elégtek. Az épület rájuk égett, a ruha rájuk égett, és a test ráégett a lélekre. Ez történt. Ők erre nem számítottak, hát jött a készülve az ünnepre. Táncra, meg ünnepelték azt, hogy pontosan, hogy Noé mondta, az emberek ettek, ittak, lakodalomba mentek, földet műveltek, renoválták a házukat, ugye, mindent megcsináltak, ami nagyon fontos. Sok fontos dolgot kerestek maguknak, amivel foglalkozzanak, az igazság helyett. És akkor elérkeztünk a lényeghez. Elérkeztünk a lényeghez. A cím ugye az, hogy csak egyetlen dolog maradt, ami megmenthet. Egyetlen. Te, aki ezt hallott. Mert, mint mondtam, lehet, hogy nem lesz egy... Tehát eljön az a nap, amikor már nem lesz egy újabb ilyen külső figyelmeztetés. A kiáltószó által, vagy valamilyen más módon. Nem lesz több. Kész, vége. Csak egyetlen dolog maradt, ami megmenthet. És ez nem más, ami hasonlatos az előzőhöz. Isten félelem. De úgy mondanám ezt, ahogy Jézus mondta. Boldog, aki éhezi és szomjazza az igazságot, az megmenekült. Akivel ez nem történik meg, ez a váltás, ez egy olyan, hogy ez így át kell billegni a lélek a zombi üzemmódból, a biorobot testi üzemmódból, amikor a lélek felülkerekedik a test fölé, akkor kezdi éhezni és szomjazni az igazságot. Addig az van, hogy egy olyan bolond, mint én, vagy valaki más, így tukmálja, így tömi, mint a régebb, vagy tömték a libákat kukoricával. Tömibe, hallgass meg ezt a bizonságot, na, neked is jót tesz. Nem, ügyeljetek, ennek vége, kész vége ennek. Nem lesz több tömködés. Vége, te járt. Akiben nem fog ez megtörténni, hogy megkapja ajándékba az élő Istentől az igazság szerelmét, aki nem meri belátni, hogy ő langyos, langyi, pontosan, mint a Gay Pride-on. Langyi, teljesen langyi. Hát, ha minden kötél szakad, akkor meg beleolvasok a Bibliába majd én is. Vagy ha éppen nincsen más dolgom, mert nem fáj a hasam, és nem tudok kocsmázni, és akkor megnézem, hogy na lássuk, hogy ezért a kiáltószó, mint valami tette fel. Ha még mindig így vagy, óriási veszélyben vagy. Hangsúlyozom, óriási veszélyben vagy. Óriási veszélyben vagy. Tehát ezt nem tudom én kimunkálni magamban, én sem. Én nem tudok így sem joga pozícióval, sem fekvőtámasszal, vagy különböző ilyen emberi készményekkel nem tudom megcsinálni azt, hogy nekem legyen bennem igazságszerelem. Ezt én vagy megkapom ajándékba Istentől, a teremtőmtől, a szerelmes Istentől, ezt vagy megkapom ajándékba az igazság szerelmét, vagy nem kapom meg ajándékba. Aki megkapja ajándékba, megmenekült, múlt időben meg van menekülve, és aki ezt nem kapta meg, hát azt egy darabig tukmálni fogja ott a pásztor, egy gyülekezetben talán, vagy a templomban, vagy valahol, de nincs ahogy. Miért? Azért, mert Isten senkit nem fog bekényszeríteni az ő országába. Ez a föld, ahol mostan vagyunk, erről beszéltem a minap, hogy igen, képetesen pokol, a mennyek országához képest pokol, de a pokolhoz képest mennyország, ugyejetek? Most, ahol vagyunk, most, hogy még így fizikai testben létezünk, levegőt vehetünk és adhatunk, és élünk, noha nem teljesen kellemes, ugye, még úgy sem, hogy most már van pénzünk bőven, bármit nézhetünk a szemeinken keresztül, ugye a testünk lámpásán keresztül, még úgy sem tökéletes, vannak fájdalmak, valamit az ember nem szeretne, fölösleges balhék az asszonnyal, a szomszéddal, meg na, ilyen sumásak, minden. Tehát nem tökéletes, viszont a pokolhoz képest ez mennyek országa, emberek. Ez teljesen biztos. Én a tegnap este elmondtam nektek, hogy betekintést nyertem a pokolba, és nincs nekem olyan ellenségem itt a földön, akinek kívánnám azt az érzést, hogy azt abba az érzésbe bekerüljön, és benne maradjon, abba a fájdalomba. Azt viszont kívánom, hogy aki hallja ezt a felvételt, legalább egy olyan fél percre
tapasztalja meg, mostani testben van. Tapasztald meg a pokol állapotát fél percre, amíg testben vagy. Amíg testben vagy. Mert jobb megtapasztalni fél percre a pokol állapotát, amíg testben vagy, mint örökre benne ragadni abba az állapotba. Ezért nekem azt kell mondjam, hogy noha én üvöltöttem fájdalmamban. Tehát nincs olyan testi fájdalom, mint amilyen lelki fájdalom van, létezik. Fájdalmamban üvöltöttem, és úgy sírtam. De azt kell mondjam, hogy számomra az ajándék volt, azzal nem tudom mennyi ideig tartott az állapot, nekem az ajándék volt, mert engemet nem kell senki sem meggyőzön arról, hogy létezik pokol. A mindenható Isten meggyőzött. Kívánom, hogy téged is győzöm meg arról, hogy van pokol is, van menny is. Kívánom, hogy jegyél meg, hogy valahogy talál meg az Isten félelmet, azt talál meg valahogy, hogy féld Istent mindenek előtt, és hogyha megtaláltad az Isten félelmet, na az Isten félelem majd elvezett téged az Isten szerelemre, az igazság szerelemre. Mert legyünk őszinték, nagyon sokan az elején féltik az életüket, hogy meg ne betegedjenek az egészségüket, na akkor inkább Istenhez fordulnak, úgy, na törvény alá helyezik magukat, nagy nehezen. De ügyeljetek, mert törvényből senki nem mehet be a mennyek országába. Tehát nem törvény, oda már nem lehet törvényen bemenni. Vagy bemegy, mint gyermek, de kis bolond gyermek, akit az atya megváltott, a legdrágább véren megvásárolt ebből a világból, vagy pedig azt nem fogom meglátni. Lehetetlen meglátni. Tehát, ha valaki ezt a felvételt, csak annyit kell tennie, hogy őszintén megvizsgáltassa magát a doktorral, hogy van-e benne igazi szerelem, égő tűz az igazság iránt, az élő Isten szava iránt, van-e bennünk égő, lobogó láng, tűz az igazság iránt? Mert hogyha van, akkor múlt időben van az, hogy megmenekültél. Meg vagy mentve. Mert akkor már úgy vagy, hogy bármit kínálnak számod, hogy gyere, kóstol meg ezt is, csináljuk azt is. Oké, megkóstolod, mert ott vagy, útba esik. De nem akarsz benne maradni. Már ki is akarsz menni. Nem kell. Vagy meg sem kóstolod. Mész tovább, mert van neked igazi eledelet, mindennapi kenyér a mennyből. És ez, ha nem történik meg mindannyiunkkal, a szívünkben, olyan idők jönnek, hogy már nem lesz sem internet, sem kiáltószó, nem lesz semmi. És ez a láng, hogyha megvan, és a lámpás tele van olajjal, csordultig van olajjal, na akkor van esélye. Mert azt mondja Isten lelke a gyermek által, hogy még az igazak is alig menekülnek meg. Mi lesz akkor azok, akik még mindig azon gondolkoznak, hogy helyre kéne állítsák a szexuális kapcsolatokat az asszonnyal, vagy a bárkivel? Azokkal mi lesz? Akik még mindig vissza akarnak menni a testbe, vissza az Ádám és Éva állapotába, amikor kijöttek az édenkert, tehát vissza akarnak menni az édenkert kapujába, hogy ott megtérjenek. Tehát elmennek az édenkert kapujáig, és ott megtérnek, és megint kezdenek távolodni. Én ezt megértem, hogy az ember ez megtörténik 10 hány évesen, de 30 évesen, meg 50, meg nem tudom én hány évesen, amikor az ember még mindig azon kezd gondolkodni, hogy hogyan csinálja jól a rosszat, az ember már nagyon közel van a menthetetlenség küszöbéhez. A menthetetlenség küszöbéhez. Aki még mindig azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne jól csinálni a rosszat. Sehogy. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Vagy gyermekké formált téged az atya. Az atya örömébe bekerülsz, ahogy mondta Jézus. Mert kaptál egy talentumot, befektetett, kettőt befektetett. Kapsz tőle bizonságot, és befektetett, és beléptél az atya örömébe. Ez vagy megtörténik, vagy nem. Vagy pedig azon fogsz morfondírozni, hogy hogyan tudna Isten asszisztálni, hogy jobban működjön a szex. Ügyelj ember, mert ezt teszi Jézabel, a sátán a kereszténységen belül. Hogy hogyan tudná Isten megáldani a párkapcsolatot, a parázna kapcsolatot, hogy jobban működjön a szex. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Féltéssel mondom, amit mondok. Hogyha valamelyest belekeveredik az én emberi vagy testi indulatom ebbe, azért bocsánat kérek az itt a részért, azt vágjátok ki, a többiért meg nem fogok bocsánat kérni, hanem azt mondom, hogy te szívemből kívánom, hogy ébreszten Isten félelmet mindenkiben.
Mert az a félelem megment. Az összes többi félelem megöl, betaszítta a pokolba, szó szerint, a pokoli állapotba, mert nagyon sokan, mint mondtam, nem kell meghaljanak ahhoz, hogy meglássák a poklot. Tehát sokan még életükben, még testben meg fogják tapasztalni a poklot. Amikor elveszik a villanyáramot, elveszik az alkoholt, sokan meg fogják tapasztalni a poklot. Volt olyan, hogy valaki, aki meg volt szokva az alkohollal, egyszer csak nem tudott inni egy pár napon keresztül, és felkötte magát emberek. Miért? Mert belépett a pokolba. Mert addig még volt mennyország, amíg még ihatott alkoholt, addig még volt mennyország. De hirtelen valamiért nem ihatott alkoholt, és belépett a pokolba, de még élt. És akkor kötte fel magát. Ugyehetek? Ugyehetek? Féltől mondom, amit mondok. Miből tudja az ember, hogy megkapta a legfontosabbat? Azt az egyet, ami megmentheti a modern embert, az európai embert, aki alszik, Isten és Jézus nevében horkol. Amerikával együtt, Brüsszel együtt horkol mindenki. Ébren, fényes nappal és éjszaka alusznak egyfolytában, egy hazug amerikai álomban. És egyetlen dolog van, ami megmentheti őket. Nincs, már nincsen más. A törvény már az csak arra jó, hogy ne menjél még bejebb ajzébe, a Szodomába. A törvény az csak erre jó. De megmenteni a lelket nem tudja a törvény. Miből tudhatja valaki, hogy megkapta az igazság szerelmét? Abból, hogy nem tudja elrejteni azt. Ennyi. A bizonyítékot arra, hogy megkaptad ajándékba, mert Isten elé álltál és bevallottad neki, hogy gyáva vagy, és nincsen csorultig a poharat, langyi vagy, balra is mész, a testnek is akarsz kedvezni, de Istennek is, és ez nem megy neked, te teljesen langyos vagy, hűtlen vagy, mint amilyen voltál egész életedben, és belátod az Istennek, hogy igen, nincsen benne, én be kellett lássam emberek, mert nekem bennem nem igazán volt hűség. Egy darabig próbálkoztam, hogy párkapcsolatokban legyek hűséges, de utána megszerettem azt, hogy jobb az itt a hűtlenség. A testemnek jobb volt a hűtlenség, mint a hűség. És be kellett lássam, hogyha ahhoz, hogy az igazságot megismerjem és megteljek azzal, hogyha ahhoz hűségre van szükség, akkor nekem no chance, nincs esélyem, hogy az igazságot megismerjem és megteljek azzal. Tehát rájöttem, hogy én halálra vagyok ítélve, hogyha az én hűségemen múlik az, hogy meg fogom-e ismerni az igazságot, amiben élet van, én halálra vagyok ítélve, nekem nincs semmi esélyem. És azt kellett mondjam, hogy amit a nyomorult, nyomorék, béna, Uram, hogyha akarod, meggyógyíthatsz, adhatsz nekem hűséget. Akarom, gyógyulj meg, akarom, légy hű, a hűség lángja lobogjon a szívedben. De amíg te ezt nem látod be, hogy te hűtlen szajha vagy, nincs ahogy, érted? Nincs ahogy, mert a hűtlenséget gondolod hűségnek. Hát én az este is mondtam, hogy mi atyánkot, tegnap reggel is. Hát remélem annyival beéri. Ügyeljetek emberek! Az agy játszmája. A keresztény sátának a játszmája ez. Az embernek az agyában. Ügyeljetek! Tehát nem azt akar Isten, hogy mi izomból hűségre tegyünk szert, bár azt mondja a parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, lelkeddel, értelmeddel, és minden erőddel is. Minden erőddel is. Ezt mondja az első parancsolat. Legfontosabb parancsolat. Tehát szükséges a mi részünkről is. De Isten ezt, hogyha nem adja ajándékba a hűséget, mert mi nem veszük észre, hogy milyen langyosságban, lagymatagságban élünk, akkor nekünk nem lesz hűség. Mert az amerikai filmekből nem azt tanultuk. Annak bizonyítéka, hogy valaki megkapta a leges legfontosabbat, az igazság szeretetét, az, hogy nem tudja elrejteni azt. Nem rejtethető el, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ezt mondja Jézus. Nem lehet elrejteni a hegyen épített várost. Lehetetlen elrejteni. Csordultig van a poharam, ezt mondja a Zsoltáros. Élő vizek, buzgó folyamai lesznek ő benne, az ő szívében. Ez a bizonyítéka annak, hogy valakiben megvan az igazság szeretete. És az a lélek biztonságban van. Mert azzal foglalkozik, ami a legfontosabb. És azon kívül, amire még szükség van az életben, ugye, a testnek, azt ő megkapja ráadásképp Istentől. Hogyha valaki illedelmesen, mosolyogva el tudja hallgatni azt az igazságot, amiről beszélt Jézus, az ember még nem ismerte meg, vagy ha hallott is róla, még nem kapta meg a tüzet, az igazság szerelmét, még nem kapta meg. Még mindig önállításban van, óriási hazugságban, veszélyben van az ő élet, az ő lelke,
És bármelyik órában megtörténhet a katasztrófa. Bármelyik órában. Mert az órát, sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ezt mondta Jézus, szüntelen imádkozatok. Legyetek lélekben, akkor biztonságban vagytok. És öröm lélekben lenni, emberek, öröm. Tehát ne felejtsük el, hogy nem kényszerít minket erre, hanem azt mondja, hogy a hűséghez, a lélekhez, az imához társul a békesség. Békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja, hanem lélek által. Mert Isten országa nem evés, nem ivás, nem földi dolgok, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Én vízzel keresztelek titeket, mondta János, de utánam jő, akinek a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő tűzzel fog titeket keresztelni, akit Jézus személyesen nem keresztelt meg. Nincs ahogy emberek, nincs ahogy. Azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogyha a tűz megvan, akkor már ti vagytok a világ világossága. Nem én vagyok, mert nem vagyok a földön testi formában. Ti vagytok a test, a Krisztus teste, a mennyasszony teste. Ti vagytok azok. Ti vagytok a világ világossága. Mekkora esély van, mekkora esélye van Magyarországnak, a nemzetnek, a mai, mondjam azt, Krisztust követőkkel. Van tűz, van az őrült szerelem, az, amikor az ember bolond, szó szerint bolond, mert Isten megengedte Pálnak, hogy őt bolondnak nevezze. Pál azt mondta, hogy Istennek a bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél. Boldogok a bolondok, aki nem mer bolond lenni, mint amilyen bolond volt, amikor szerelmes volt. Mert emlékezz vissza, még a perverzióban milyen bolond voltál, és milyen bátor voltál. De hogy a paráznaságban, de hogyha mi nem merünk bolondok lenni az igazságban, az igazság érte, amiben szabadulás van a lélek számára, és még a test számára is gyógyulás van. Ha mi nem merünk bolondok lenni, akkor miről beszéltünk mostanig? Miről beszélünk mostanig? És mekkora az esélye a nemzetnek? És hogyha mi nem merünk bolondok lenni Istennel, ahogy ő bolond, tehát az ő bolondsága, mondja Pál apostol, nagyobb az emberek bölcsességénél. Ha mi nem merünk bolondok lenni, és úgy tűzzel megosztani azt, amit kaptunk, sem többet, sem kevesebbet. Nem azt várja Isten, hogy hantázzunk, mellé beszéljünk, csak azt mondd el, ami veled történt. Sem többet, sem kevesebbet. Amit tudunk, azt mondjuk, amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Ezt mondta Jézus. Sem többet, sem kevesebbet. Te már kaptál-e valamit? És ha kaptál, még meddig rejtegeted? Még meddig? Hogyha azok, akik megismerték, legyenek keresztények, teljesen mindegy. Én hiszem, hogy talán lehetnek olyan gyülekezetek, ahol vannak olyan személyek, akik tűzben vannak, a szerelem tűzében vannak. De hogyha azok a személyek, akik megismerték az igazságot, azt az igazságot, ami legyőzte a halált, hogyha ők nem bolondok és bolondul tűzzel, azt nem vállalják fel, akkor ki mentse meg Magyarországot? Putin? Vagy Joe Biden? Vagy az UFO-k? Ki? Ha az Istennek a beszéde nem szól és nem hangzik Magyarországon, ki mentse meg Magyarországot? Teljesen biztos, hogy óriási rabság jön a nemzetre. Azok számára, akik túlélik azt, ami most jön, ami a küszöbön van. A hátra maradtak számára óriási rabság, törvény. Brutális törvény fog következni. És ahogy mondtam többször is, itt Romániában ugye, mivel az emberek már nem félték Istent, megadatott számukra, hogy féljék Ceausescu-t. Azt mondta Isten, ha nem tetszik az első parancsolat nektek, hogy féld az Urat és ne legyenek előttem más isteneit, akkor lecserjük ezt arra, hogy féld az embert, a buta embert, féld a Schustert. Ez volt román kommunizmusban az első parancsolat. Féld a Schustert. És aki Ceausescu nevét hiába vette, az úgy megbőrölték a milícián, hogy annak nem volt kedve poénkodni az ő nevével. Ez volt a következménye annak, hogy mi nem vettük komolyan azt, hogy Isten nevét hiába nevette. Poénból, ilyen teljesen hétköznapi szóhasználatban mindenhol belecsöppentettük Isten nevét, de a megfelelő kontextusba ott szégyeltük. Ott szégyeltük. És a következmény az lett, hogy féltük a Schuster nevét, nem Isten bocsássa meg, tehát nagy valaki rossz néven vagy-e. Ezt úgy értem, hogy ugye hát, mint tudjuk, négy osztály volt Ceausescu-nak. 25 évig diktátor volt Romániában. És igen, cipész volt. De nekem meggyőződésem, hogy
A legtöbb cipész, aki örömmel és tisztességesen végzi a munkáját, sokkal magasabban van, mint nagyon sok doktor, professzor. Teljesen biztos. Nekem ez teljes meggyőződésem, hogy közelebb vannak a mennyek országához az egyszerű, tisztességes, dolgos emberek. Csak elmondom, hogy Romániában ez történt. Tehát volt ugye az első parancsolat, hogy Isten nevét hiába nevet, nekünk az nem tetszett. És jött helyett az a parancsolat, hogy Ceausescu nevét hiába nevet. Ez fog mostan történni. Világdiktátor, antikrisztus, nem tudom, hogy lesz. Teljesen minden, nem foglalkozok én ezzel. De az biztos, hogy akik megmaradnak, olyan törvény alá lesznek helyezve, olyan diktatúra alá lesznek helyezve, hogy amikor hallják az Úrnak szavát és az Úr beszédét, sírva, könnyes szemekkel fogják azt majd fogadni, és meg fogják érteni, hogy mi a különbség az ember beszéde és Isten beszéde között. Mert amikor bementek Magyarországról különböző missziók Jugoszláviába, azt hiszem Szarajevóban, nem tudom, hogy hol történt ez egészen pontosan, de valahogy Jugoszláviában, vagy a háború közepette, találtak egy csoport öregasszonyt. Barlangban laktak. És kutyahúst tettek. Nem volt más, amit tegyenek. Kutyát megfogták, megnyúzták, és megették. És akkor persze ugye jött a segély, Vöröskereszt, meg mindenfajta, és hozták a cukrot, a lisztet és az olajat, mint a, gondolom, a budi papírt is. Isten bocsánat, nem akarok ebből gond űzni, de úgy gondolom, hogy ez még belefér itten, ezen a ponton. És az öregasszonyok nem örültek neki. Jól figyeljetek, megkérlek szépen, jól figyeljetek. Az öregasszonyok nem örültek különösképpen a segélyszállítmánynak, sem a cukornak, sem a lisztnek. Mert azt mondták, hogyha ti elmentek innét, mi továbbra is megeljük a kutyahúst. Nekünk ez nem jó ötlet, hogy akkor most eszünk egy darabig lisztet és cukrot, utána aztán majd megint kutyahúst. Majd rosszul fog esni az nekünk. Nekünk ne lisztet adjatok és cukrot, hanem az igét adjátok. Ezek az öregasszonyok ki voltak éhezve az igére, hogy hallják valakitől azt a szót, amit Isten adott az embereknek. Nem cukorkelet és nem olaj, hanem az ige. Örömkönnyek között fogadták az igét. A kutyát evő asszonyok. Férfiak biztos nem igazán voltak, mert azok el voltak temetve, lelőtték a háborúba őket. És ilyen persze történt az Ószövetség időben is, amikor nagy szabadosság volt, jólét volt, tejjel és mézzel folyó föld, ugye Kánaán, jól jöttek az emberek. Amikor az ember jó dolga van, én ezt látom magamon, látom a barátaimon, jó dolguk van, van kicsi pénzük, jó munkahely, meg minden, van koktél, meg minden, kábel TV, internet, különböző szórakozás lehetőség, nincs más szükség Isten emberek. Ilyen a test. A test a sátánt ellenséget, tudja róla. Egy időszakban el volt tűnve az összes írás. Nem emlékszem egészen pontosan a történetre, hogy ez hogy történt. Lényeg az, hogy az írások eltűntek valahova, és hát az emberek írás nélkül éltek. Teljesen Szodoma és Gomorra állapotban volt a zsidóság. És végül, tehát olyan állapotba kerültek, erkölcsileg és mindenféle szempontból, hogy amikor előkerült az írás valahonnét, és egy ember nem tett más, csak olvasta az írást, könnyek között sírva hallgatták azt. Sírva. Pontosan, mint Babilonban, amikor rabszolgák voltak. Megint ez fog következni, sajnos. A lélek felhozza, kedves barátom küldte el, kapott valaki egy álmot. Úgy érzem, ezt is le kell olvassam. Aztán abba fogom hagyni, mert nincs értelme, úgysem tudok átadni mindent, tehát nem is az én dolgom, hanem az, hogy e videó után ki hogy dönt, az már az ő dolga. Én elmondom azt, amit elmondhatok. Isten kegyelme által, szerelme által, féltő szeretete által mondom, amit mondok. Azt mondja, hogy olvasom az álmot. Menekültem valaki elől, aki meg akart ölni. Elbújtam, de közben olyan volt, mintha nem is én lettem volna, ugye kívülről látta, gondolom, hogy legyen tisztább a kép. Ja, és kicsi voltam. Majd úgy menekültem meg, hogy egy halott mellé feküdtem be, egy kamrába. Ott nem kerestek. A halott mellett nem kerestek. Következő állomképet azt nem olvasom. Ez elég szerintem. Tehát üldöztek, meg akartak ölni, és menekültem. És végül egy halott mellé befeküdtem egy kamrába. Ott nem kerestek. A kérdés az, hogy ki az, aki elől a halottak mellé menekülünk? Ki ez?
Ki az, aki minket üldöz, és végül a halottak mellett már nem keres? Azt mondja, hogy ha már így döntöttél, összefekszel a halottal, akkor már megengedem, hogy akkor te is váljál egyé vele. Feküdjél össze vele, közösülj vele a halottal, lépj vele szövetségbe, legyél vele egy test a halottal. Ki az, aki elől a halottak mellé menekülünk? Aki meg akar ölni? Ki ez? Kitaláltátok? Az élő Isten, az ég és a föld teremtője. Üldöz minket, téged már régóta üldöz, és meg akar ölni, szó szerint, a régi embert, a testi embert, a testben ragadt primitív embert, a robot üzemmódban, a vezényszóra mosolygó embert, a műmosolyú embert, a műörömökkel rendelkező, műörömökért élő embert, a biorobot zombi embert meg akarja ölni Isten. A testet meg akarja ölni, úgymond, hogy a lélek megszabaduljon. A lélek valahogy kiszabaduljon. A gyermek, aki örökön élhet. Ő üldöz minket, emiatt is üldözött nagyon sokáig. És mit csináltam én is? Rohantam, és bujkáltam előle. És hova bujkáltam? A halott dolgokba, halott örömökbe. Motorozás, kalandok, szex, halott lányokkal, parázlány lányokkal, akik már szintén a testét éltek. A lélekről hallottak, valahol olvastak, de nem voltak lelkiek, ők sem. Én sem voltam lelki. Alig pislákolt bennem az életnek a lángja talán, és menekültem a halottak mellé, hogy nehogy Isten meglásson. És próbáltam neki mutatni, hogy figyelj meg, én választottam, nekem ez a halott dolog kell, ez a halott szenvedély, ez a halott hobbi, ez a halott pénz, ez a halott vagyon, ez a halott hírnév kell nekem, ez a halott csaj kell nekem, ez a halott pasi kell nekem, ez a halott élvezet kell nekem. Egymilliószor mondtam Istennek, hogy többet engemet ne keressen, többé ne keressen, mert én a halált választottam. És az, hogy még ezek után is megmenekülhettem, nyilván gondoltjátok, hogy ez nem az én érdemem. Tegnap erről beszéltem. Az, hogy valaki kap álmokat, kemény álmokat, durva álmokat, vigasztaló álmokat, Isten mindenféleképpen próbálkozik. Mert te kell dönts, ha te nem döntesz mellette. Előbb-utóbb el fog engedni. Nem lesz több álom, többé már nem fog zaklatni, nem akar már megölni, hanem hagyja, hogy csinálj azt, amit akarsz. Csinálj ezt, amit akarsz, ahogy eddig is. Menjél vissza a halott mellé, feküdjébe, melléje. Ez fog történni. Ez itt mondja a lélek a gyermekben, hogyha ma, hogyha hívod, akkor bejön hozzád. De ma, hogyha hallod az ő hívását, az élősten hívószavát, ne keményítsd meg a szívedet. Mert holnap már nem fogod hallani. Holnap már vége. Annyi volt, kész. Mert bár hosszú az Isten kegyelme, egy idő után elvétetik. Nem fog ő erőszakoskodni. Mert hogyha arról szólna az a bizonyos mennyek országa, hogy ő mindenki szépen beerőszakol, akkor mindenki bekerülne. Az autóm, a kutyám, a lova, minden. Így van-e? De mivel nem kötelező, épp erről beszéltünk a valakivel délután folyamán, hogy nem kötelező, nem muszáj. Ez a földi rendszer, ami ugye az ördög kezében úgymond, az muszáj, az kötelező, az kötelező. Hogyha a testem meghalt, a lelkem már börtönben van, ugye, az a pokkor, az is kötelező. Nincs, az már nem választás kérdése. A legtöbben azért nem választják Istent, mert nem kötelez ő. Kötéllel nem köt meg, és nem húz be a mennyek országába. Ezért fog elveszni nagyon sok lélek. Megkapunk nagyon sok lehetőséget, nagyon sok hívást, gazdagok és szegények, egyszerűek és bölcsek, kicsik és nagyok, mindenki kap lehetőséget, mindenki. De senkit nem fog kényszeríteni. Ezért azt mondja Jézus, hogy aki keres, az talál, az megtalál. Aki kér, aki kéri, annak Isten megadja a látást a szemeire. Ebből következik, aki nem kéri, az nem fog kapni látást. Nem fog kapni. Mert nem kötelez ő. Nem kötelez ő. Kötéllel senkit nem fog bevinni az ő országába emberek. Amit mondhattam, Istennek a féltéséből mondtam, ha valaki megérthette, nekem szépen töltse le, ossza meg, mutassa meg embertársaink, és ti is minden lehetőséget megragadva mondjátok addig, amíg még lehet mondani, amíg még szabad mondani.
Még azt szeretném mondani, hogy fel fogom tenni a YouTube-ra, meg a kiáltószóra is a bizonságtevők, akiket én ismerek, az ő listájukat, akik bizonságot tesznek, akikről tudomásom van, hogy van élő kapcsolatuk az élő Istennel. És azoknak, akik először hallanak ilyen dolgokat, azt mondom, hogy azon kívül, hogy fohászkodtak a mindenható Istenhez, hallgassátok az ő gyermekeit addig, amíg már nem tudtok hallgatni. Tehát akkor tudod azt, hogy már eleget hallgattál a bizonságokat, amit kaptál, amikor már nem tudod befogni a szádat, amikor már muszáj te is mondjad, érted? Tehát addig hallgast, akár a kiáltozót, vagy a többieket is, addig hallgast, amíg már nem tudod bent tartani, érted? Mert ha bent tudod tartani, akkor valami erős nem stimmel. Ezt én nem tudom megmondani senkinek sem, hogy meddig hallgassa, hogy hallgassa. Tényleg, valaki már rég nem kéne hallgassa talán a kiáltozót. Valaki már rég kéne ragyogjon, tündököljön, világítsa. Ez is meggyőződése. Valaki meg most kezdi el hallgatni, akkor hallgassa a bizonságtevők bizonságait, akik minden nap beszámolnak Istennek a csodatételeiről, hogy miket tesz a mindenható Isten az ő gyermekeivel. Hogy halljátok, mert ez mind igaz. Egy teljesen más dimenzió, más valóság, amit a legtöbben nem ismernek. A legtöbben úgy jutottak el Istennek az ismeretére, hogy hallgatták a bizonságtevők bizonságait. És egyszer már kezdték ők is hallani a jóságos Istent. És kezdték meglátni a csodákat a saját életükben, és máshol is. És kezdtek jobban vágyakozni. De akinek nincsen meg a hűség, az könyörögjön térden, hogy kapjon hűséget. Aki úgy érzi, hogy neki nincsen meg az igazság szerelme, térden, ha megteheti, könyörögjön, hogy az élőisten valamiképp oltsa bele az igazság szeretetét, az a tüzet. Mert akiben az nem lesz meg, annak olaj a lámpásában nem lesz, amikor beáll a nagy sötétség. Kiáltószó.go.ro, oda vannak feltéve ezek a felvételek, kiáltószó.go.ro/Janos, János ugye, oda vannak feltéve a beszélgetések, amiket folytattunk Levikével, olvastuk a János evangéliumát, és beszélgettünk arról, hogy Isten adta. Az segíthet, úgy érzem, hogy amit megtettem, azt megtettem én ebben a felvételben is. És ha kapok még valamit, akkor azt is majd megosztom veletek, amíg még Isten engedi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!